ugye itt vagyunk a belvárosba, Deauville-be, és ugye amit a filmekben látunk, hogy lószállító felnyergelve a lovak, lehozzák mondjuk a tengerpartra, úgy, ahogy most mi is vagyunk, fel vannak nyergelve a lovak, lenyergeljük, felülnek a lovasok rá, ledolgozzák föl a kocsira, és visszaviszik. 10 percre van innen az istáló, tavaly Lóháton mentek le a plázsra, most távolabb istálóba költöztek, nagyon jó hely az is, nagyon szép, ott is tudnak ilyen akadálymunkákat, meg egyórás terepekről kentrészget vágtázgatni, meg egyebeket, de a gyors munkákra általában lehozzák a plázsra, vagy hogy nyugodjanak, vagy a víz miatt is, vagy eljönnek itt Deauville-be, és így csinálják meg a munkákat, de minden nap lejönnek a lovakkal valahova. Úgyhogy most plázs lett, amire megnéztük a térképen, ugye mert tavaly voltunk itt, akkor még a másik istáló voltak, megnézte Niki a térképen, hát itt nem lesz plázs, tehát nem jövünk a tengerpartra. De mit ad a jó Isten, lejövünk kis lószállítóval. Úgyhogy megint tengerpart lesz belőle. Tudják, hogy hol lehet lemenni. Hát az egyik kedvenc részem a tengerpart. A LeBlanc egy nagyon jó barátunk lett, ugye tavaly ismertük meg először őt. A Zsíl az élettársa. És együtt csinálják az istálót, elég sikeresen. Tavaly se volt rossz, de azt mondja, az idei sokkal jobb. Úgyhogy. Kicsit vártunk, ugye megbeszéltünk egy időpontot, de aztán rosszul értettem, nem 8 óra, hanem 8:30 volt, de jöttek is. Len voltak, pont hoztak két lovat, lovagoltak a tengerparton, kettőt, és akkor följöttek, és most megint itt vagyunk, hogy megyünk lefelé. Lányaim bezsongva, Aniki megkapta tavaly sárgát, ami nyert azóta már 3 versenyt. Az érdekes dolgok ezek megörökítve is, ugye. Tavaly lovagolta még kis pilinckának, és azóta már így föltámadt, hogy 3-at nyert. Na, többen csinálják itt, ugye, hogy ide lehozzák a lovakat, mind itt látjuk. Itt van Zsíl is. Többen vannak így, ugye lehozzák ide a lovat, és itt ingyenes letrenírozás tulajdonképpen. Itt nem kerül. A pályáért 20 eurót fizetnek, hogyha mennek Deauville-be például. Ja. Oké, okay, merci beaucoup. Na, ez egy kis bevezető volt, kis elbeszélgetés. Ja. Most megjöttek itt mögöttünk mindenki, lepakolunk, lányok felülnek. Hi, Zsíl! Egy nagyon kedves, aranyos, szimpatikus csaj. Angolul is szoktunk beszélni, de franciául is. Na és itt vannak a zsoki jelöltek. Bencus, hallottátok, amit úgy mondtam a izébe? Jó, információk, nem rossz ez, hogy elmondjuk, mik hogyan vannak. De hát ezeket a filmekben látjuk, ugye, hogy lehozzák a lovakat a tengerpartra. Tessék? Kérdem meg, hogy segítsünk-e nekik valamit. Hát majd itt vagyunk, hát mindjárt vesszük le föl a kantárok, aztán ültök föl. És érdekes, tavaly ugye Lóháton jöttünk, és azt hittük, van nem, idén nem. És nézd meg, az Isten így megoldotta, hallod, Isten így megoldotta, hogy idén is tengerparton vagytok, igaz, hogy lószállítóval jöttünk, mint... Magadra szél aztán? Nem, csak... nem, az, hogy ugye néztük a térképen, és mondtad, hogy biztos, hogy nem tudunk lovagolni. De nem baj, akkor ott lovagolunk. Erre mit ad a jó Isten? Na. Ez is egy isteni jelvődik, ezért nem tudtuk szívesen. Hát az másik nap van, de... Persze, te minden, meg ügetőt is hajtaná itt, gondolom, hogy leszállsz a galopról. Na, menjetek. Ez már egy másik videó lesz.